Köszöntöm a kedves nézőket! Palóc világtalálkozót rendeznek Bátonyterenjén, a Gyürki-Solymosi kastélyban és parkjában augusztus 2-a és 4-e között. A pénteki nyitónapon előadások hangzanak el a palócok regevilágáról, a palóc nép kialakulásának történetéről, megemlékeznek a palócok aranyasszonyáról, Attila hun király unokahúgáról, akinek szobrot is állítanak a világtalálkozón. Másnap lesz palóc gasztronómiai fesztivál, népdal és mesemondó verseny, a települések pedig civil szervezeteik, együtteseik produkciói révén mutatkoznak be. Délután megválasztják a palócok szépét, majd a hajnalig tartó palóclakodalomban asszonykórusok, tánc és ének együttesek lépnek fel. Vasárnap folytatódik a művészeti csoportok bemutatkozása, majd a háromnapos programot szentmisével zárják. Augusztus 3-án mesés várjátékokat rendeznek a Hollókői Várban, amely során számos a középkort felevenítő programban vehetnek részt az ide látogató családok, de legfőképpen a gyerekek. A középkori hangulatba visszacsöppenő apródok megismerkedhetnek például a lovagok fegyverzetével, ruházatával, gasztronómiai ínyenségeket kóstolhatnak meg, és bekapcsolódhatnak a viadalokba, várostromba is. Különböző harci eszközökkel vehetik be Hollókő várát. Minden kettől vasárnapig a Salgó-Tarjáni Bánya Múzeumban is ellátogathatnak, ahol állandó kiállítások várják Önöket. Ilyen a Föld alatti Bánya Múzeum, a Külszíni Géppark és a Szénbányászat Nógrád megyében a kezdetektől 1946-ig nevet viselő tárlat. És most mozi! Július 31-ig még Önök is megtekintetik a Salgó-Tarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban a Szörnyegyetem és a Farkas című filmeket, mindkettőt 3D-ben. Döntsenek bármelyik program mellett, kellemes kikapcsolódást kívánok! A műsorvezető sminkjét Bárány Kinga készítette. A műsorvezető haját az Edit Szépségszalon készítette. Bátonyterenye, Ózdi út 68-70. A műsorvezetőt a Neo Diva öltöztette. Bátonyterenye, Ózdi út 72.